Sziasztok, majd nagyon egyszerű, de nagyon ízletes ételt fogok készíteni, a lakatos műhely egyik kedvenc fogását, ami egy paprikás krumpli, hozzá tejfölös uborka saláta lesz, de majd meglátjátok, hogy egyáltalán nem úgy, ahogy azt megszoktátok. Paprikás krumplihoz a következő alapanyagokat használom, először is finom, húsos, érett kápia paprikákat, olyan vékony héjú burgonyát, amit nem kell megpucolnotok, petrezselymet, kakukkfüvet, bazsalikomot, kolbászt, természetesen lakatos műhely kolbászt, illetve kacsazsírt, fokhagymát és az uborka salátához kígyóborkát, tejfölt, mézet, ecetet. Figyeljétek! Először a krumpli felét sós vízben oda teszem főni, közben pedig a krumpli másik felét kacsazsírral és a kápia paprikát egy külön tepsiben oda teszem 200 fokra előmelegített sütőbe sülni. A krumplihoz nagyon jól passzolnak a zöld fűszerek, ez lehet bazsalikom, lehet kakukkfű, lehet petrezselyem, ezeket nagyon elnagyolva, durvára vágva szórjátok rá, sózzátok, borsozzátok, tegyetek rá meghámozatlan, egy picit megnyomott fokhagymagerezdeket. A sütőt 200 fokra állítottam be, grillező és alsó sütő funkcióra, alul már készül a krumpli, most pedig egy sütőpapírral kibélelt tepsibe belerakom a félbevágott, kimagozott kápia paprikákat. Mielőtt a kápia és a krumpli sűr, nyugodtan manikűrözhetnétek, vagy betehetnétek egy mosást, viszont ígértem nektek egy tejfölös uborka salátát, úgyhogy a sülési idő alatt ezt fogjuk most elkészíteni. Az uborka salátát sem hagyományosan fogom elkészíteni, de ettől függetlenül az alapanyagok a klasszikus uborka saláta alapanyagai. Kígyóborka, só, cukor helyett méz, egy pici ecet, lehet borecet vagy balzsamecet, és természetesen tejföl, illetve egy titkos trükk, egy kis labzselatin. Ebbe a tálba fogom először is egy ilyen kb. 1 cm-es rétegbe felhalmozni ezt az ízesített tejfölt, és erre fogom ráhalmozni a nagyon finom, zamatos uborka kockákat. Most pedig megcsináljuk a kápia szószt, hiszen az én lakatos műhelyes paprikás krumplim az egy kápia szószból áll, kacsazsíros sült burgonyából és természetesen az kihagyhatatlan isteni kolbászból. Kezdődhet a látványos és stílusos tálalás. Elkészült tehát az ételünk, a lakatos műhely emblematikus paprikás krumplia kacsazsíros sült burgonyával, lakatos műhely kolbásszal, egy különleges uborka saláta tejföllel és egy kolbászsírban pirított pirítós kenyér. Jó étvágyat kívánok!